van ilyen is egyébként, félreértés ne essék, van, amikor ugye pontosan az elnök úr említette, hogy ugye az idős betegeknél nagyon sok olyan beteget találkozunk, akár akik 10 féle gyógyszert, a hatóanyagot szerezzelek. Most például ebben a kategóriában azt szokták ajánlani, hogyha ilyen sok gyógyszert szed valaki, hogy akkor újra kell építeni a gyógyszerelését. Tehát ennyi gyógyszert, különösen ha belegondolunk egyébként az interakciók vonatkozásában. Az, hogy 2-3 gyógyszert hogy interaktál, azt még meg tudom mondani, de az, hogy már 10 gyógyszert hogyan interaktál, az a rosszabb tudja a kategória. Tehát egyszerűen képtelenség. Ezért javasolják egyébként ugye idős betegek esetében el kell hagyni az összeset, és újra fel kell építeni. Tehát 4-5 gyógyszer az, amit lehetőség szerint egyébként egyszerre kell venni, és néhányat mindenféleképpen el kell hagyni, hiszen ott nagyon komoly problémák lehetnek. Tehát a krónikus megbetegedési kategóriákban az adherencia, létfontosság. Nagyon sok pénz vészel, nagyon sok egészség vészel, azért, mert a beteg nem működik együtt. Ugye persze az is benne van, példaként mondom a hipertóniát. Ugye hipertóniás beteg elmegy az orvoshoz, szedi a gyógyszerét, minden ideális. Miután ugye neki jó a vérnyomás, mit fog mondani a beteg? Jó a vérnyomás, akkor én miért szedjek gyógyszert? Ugye hát egészséges vagyok, abba hagyja a gyógyszert, azért jó a vérnyomása, mert a gyógyszert szedi. Abban a pillanatban, hogy elhagyja, jöhet egy hipertóniás krízis, és szerencséje van, túléli. Ha nincs, akkor elbúcsúzik az élettől. Tehát akár ilyen szélsőséges reakciók is lehetnek, ezért fontos az, hogy meggyőzzük a beteget. Tehát ugye ez egy nagyon fontos pszichológiai kérdés is, hogy meggyőzzük a beteget arról, hogy nem szórakozásból kell a gyógyszerét szednie, hanem azért, mert arra neki van szüksége. Ezzel tartható egyensúlyban az állapota, így nem romlik esetleg az állapota. Ha szerencséje van, akkor még javulhat is egyébként az állapota, de az életminősége mindenféleképpen javulni fog. És erről kell a beteget meggyőzni, ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát lehetne azt mondani egyébként, ugye, és hát erre azért tudnék példát mondani, politikai példát, amikor azt mondták, hogy ha ennyi vészel, akkor ezt a pénzt nem is adjuk egyébként a továbbiakban. Ezen a területen, ha valaki egy 5-10%-os fejlődést tud felmutatni, az szenté avatják. Mert annyira nehéz meggyőzni a beteget, ugye? Erre szokták azt mondani, hogy nagyon nehéz valaki boldoggá tenni az akarata ellenére, és itt a döntős, az végső soron egyébként a betegnél van, de azért nagyon sokszor arra is figyelni kell, hogy nem a beteg tud, mert esetlegesen nem tud kommunikálni. Tehát már felügyeletre szól, akkor az ápolójáknak a figyelmét kell felhívni. Hiszen nagyon sok, különösen a mentális megbetegedési kategóriákban, nem az érzelmszedő, hanem szerencsétlen nem tudja, nem is tud magáról egyébként, de ott is biztosítani kell, de ott nyilván nem magával a beteggel, hanem a beteg ápolójával, hozzátartozójával kell egy szoros kapcsolatot. Ebben ez elmondta egyébként a gyerekek esetében. Ott is egyébként, hogy a fokozott odafigyelés, ne felejts el egyébként a gyereknek beadni a gyógyszerét. De ezért mondjuk azt, illetve mondjuk azt, hogy ez a terület, ez egy óriási terület, nem mi találjuk fel a langyos vizet. Fehéren, feketén be van bizonyítva, hogy az Egyesült Államokban milliárdok vésznek el. De itt Magyarországon is milliárdok vésznek el. Nyilván, hogy nagyságrendileg ez jóval kisebb, de azért az elég jelentős tétel. Az IMS-nek volt ezzel kapcsolatosan egy felmérés, onnan vettem egyébként én a példát, hogy minek köszönhető az, hogy rengeteg pénzt veszítünk el, és rengeteg egészséget veszítünk el ezen a területen, és ott a felmérés végül is kihozta ezt a bizonyos milliárdos veszteséget, amire én úgy gondolom érdemes felfigyelni, hiszen abból, ha csak egy töredéket költünk erre a területre, és akkor itt visszautalnék arra a kérdést, hogy ezt ugye nem lehet egyébként gratis csinálni. Tehát ugye a gyógyszerészek is bizonyos értelemben túlterheltek egyébként a saját szakmájukkal kapcsolatosan. Ha valaki ezt a munkát felvállalja, általánosan az az kell, ha plusz munka van, azt meg kell fizetni. Ugyanígy a gyógyszertár ilyen jellegű szolgáltatást fog a jövőt illetően végezni, azt a szolgáltatást meg kell fizetni. De ennek az anyagi háttere biztosítható azzal, hogy nem vész el annyi pénz, mint amennyi elvész egyébként ezen a területen.
És itt megint csak példaként tudom mutatni, vagy említeni az Egyesült Államokban, elsősorban az idős gondozásban, a 65 év felettieknél fizetik egyébként ezt a fajta szolgáltatást, és nagyon jól működik a rendszer, egyre népszerűbb és egyre több gyógyszertár, egy gyógyszerész kapcsolódik ebbe a programba. Reméljük, hogy nálunk is valami elindul ezen a programban.